Egy tudós nem dolgozik panelekkel. Idén is érdemes volt odafigyelni Fridler Ferenc rektor emlékező szavaira. Valamennyien tudjuk, hogy 1848. február 23-án kitör a párizsi forradalom. Aztán tudjuk azt, hogy március 3-án mondta el Kossuth a híres beszédét, amiben többek között követelte az alkotmányosságot, az alkotmány létrehozását a teljes monarchiára, mert ugye például Ausztriának nem volt alkotmánya. Aztán március 13-án kitört a bécsi forradalom, majd 15-én Budapesten, mint ahogy azt nagyon jól tudjuk, a Privasz kávéházban összegyűltek a kiváló fiatalok és elindították a forradalmat. Ugye először az egyetemeket látogatták meg, majd lefoglalták a Heckenlander egy nyomdát, illetve egy nyomdagépet, kinyomtatták a nemzeti dalt és a 12 pontot, és útjára indult a folyamat. Na most, ugye a mai világban mi azt gondoljuk, hogy ha valami a távol-keleten történik, 5 perc múlva mindent tudunk arról. Hát akkor ez nem így volt. A kérdés az, hogy Veszprémben hogy jutott el a forradalom híre? Mert egyébként csak egy pesti forradalom volt. A Kerendi porcelán manufaktúra tulajdonosa éppen akkor jött vissza egy üzleti útról, és március 16-án érkezett pápára, és ő hozta a hírt a pesti forradalomról. És úgy gondoljuk, hogy március 17-én tudtuk meg Veszprémben, tudhatták meg a veszprémiek Herend közvetítésével a történteket. Bár a forradalom személyiségein keresztül számos érdekes Veszprém megyei vonatkozása volt azoknak a márciusi napoknak, a részletekből összeálló történelem fősodrába természetesen Budapesten kapcsolódott be a mindent eldöntő tömeg. A nap kronológiáját az egyetemi versmondó műhely tagjaitól hallottuk. Mondandójuk az intézmény zenekara és szólistái műsorával váltakozott, hogy hallhassuk a fiatalos lelkület emblematikus dalait. Ha én Rózsa volnék, a költő a visszatér, vagy a nemzeti dal zengett az E-épület kamaratermében, idézve annak a napnak a hangulatát. Rabok voltunk, mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak. Földben nem nyughatnak. A magyarok Istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Mintha még az időjárás is igazodott volna megemlékezéshez, amíg bent a néptánc csoport előadását élveztük, kint ugyanúgy esett az eső, mint 167 évvel ezelőtt Budapesten. Megemlékezés a Pannon Egyetem kultúrházában, az E-épület földszintjén zárult, ahol az egyetem vezetése és a hallgatói önkormányzat nevében kerültek koszorúk a 6. és 70. veszprémi honvéd zászlóalj, valamint a 48-as ifjúság tiszteletére állított emléktábla alá.